Az ukrán erők továbbra is védik a Donetsk megyei Szoledárt és környékét, jelentette ki Szerhi Cserevati, a keleti ország részben harcoló ukrán alakulatok szóvívője hétfőn a 24-es ukrán TV csatorna műsorában. Az ellenség a fő támadást Bakhmut irányába összpontosította, beleértve Szoledár térségét, ahol jelenleg is harcok folynak. Az ukrán egységek továbbra is védik a várost és annak peremvidékét is, fogalmazott a szóvívő. Ennek ellentmondva az orosz védelmi minisztérium a múlt héten bejelentette Szoledár bevételét. Kiev ezt cáfolta. Az ukrán vezérkar szerint az orosz csapatok komoly veszteségeket szenvedtek a Bakmuttól egy 15 kilométerre fekvő városnál. Juri Ihnát, az ukrán légierő szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az orosz hadseregnek kevesebb, mint 100 iszkander rakétája maradt, ezért az oroszok egyre gyakrabban használják az S-300 és az S-400-as rakétákat ukrajnai földi célpontok megsemmisítésére. Az ugrán légierő szóvívője ismételten leszögezte, az ilyen típusú rakétákat csak is nyugati modern rendszerek, mint például a Patriot légvédelmi rakéták képesek megsemmisíteni, az Ukrajnában jelenleg rendelkezésre álló eszközök nem.